Szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön, és a minden innen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem árulják, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol, még közvetve sem igazolják a gyilkosokat. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mellett kiálló Albert Camus, francia író és filozófus gondolatainak felidézésével kezdte a megemlékezést Czitor Attila, Békés Csaba Jókai Színház színművésze. Ezek után Szarvas Péter, Békés Csaba megyei jogú város polgármestere mondott megemlékező beszédet, melyben az 56-os események máig nem halványuló jelentőségét hangsúlyozta. Múltunkat soha nem szabad elfelejteni. A múlt eseményeiből merítkeznünk kell, építkeznünk kell, és az ő mártíromságuk és az ő személyes példájuk is nagyszerű alkalom arra, hogy a magyar nép szabadságvágyáról beszéljünk, amelynek talán lehozzánk legközelebbi megtestesülése volt az 1956-os őszi forradalom és szabadságharc. Mány Erzsébet és Farkas Mihály az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlás fiatal mártírjai voltak, akik a gyulavári hídfőnél álltak ört, hogy fegyverekkel védjék meg otthonaikat. Bár összecsapásra nem került sor, a fiatalokat statáriális bíráskodást követően halálra ítélték. Igazából lövés sem dördült, de a berendezkedő Kádár rendszer épp azt, ami itt megnyilvánult, a bátorságot és az erőt akarta megtörni, ezért másnap már elkezdték összeszedni a résztvevőket, az akció résztvevőit, Mány Erzsébetet csak januárban sikerült elcsípniük, és 8-án már statáriális eljárás zajlott, 10-én meg volt az ítélet, a kegyelmi kérvényeket elutasították, és február 2-án hajnalban történt a kivégzés itt. A megemlékezést követően az önkormányzatok képviselői, a közigazgatási, hon- és rendvédelmi szervek vezetői, az egyházak és a civil szervezetek képviselői, valamint a megjelent hozzátartozók, emlékezők helyezték el az emlékezés virágait a Kazinczy utcai emléktáblánál. A megemlékezés zárásaként a Berényi úti temetőben, a mártírok sírjánál is koszorúkat helyeztek el az emlékezők.